Ismét ételt adományozott a Tolna megyei szakképzési centrum, Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola a szekszárdi hajléktalan szálló lakóinak. Az oktatási intézménynél már hagyomány, hogy évről évre a diákok és a szakoktatók közösen készítenek ebédet az otthonban élőknek. Most éppen gulyás levest kaptak tiramisut pohárba, szépen feldíszítve, mézes kalács süteményeket, azt is díszítették a tanulóink. Aztán megkaptak szaloncukrot. Ebben van még akkor szaloncukor, meg kenyér, hogy esetleg kidobálom el, azt megköszönöm. 50 főnek elegendő menüt főztek az iskola növendékei. Nagy Imre igazgató azt mondja, az intézmény életében jelentős szerepet tölt be a szociális érzékenységre való nevelés. Szeretnék a gyerekeknek megmutatni, hogy fontos mások támogatása. Kutyamenhelynek kedveskednek, évről évre tanulóink egy gyűjtést rendeznek, rászoruló gyerekeknek gyűjtenek, cipős-dobos akcióba vesznek részt, tavaly is egy ilyen csomaggyűjtő akcióban vettek részt, szemétszedésben, tehát minden, ami ilyen jótékonykodás, vagy karitatív, vagy valami közhasznú dolog, abban szívesen dolgoznak a tanulóink. Az igazgató elmondása szerint az ünnepi ebédet közel 40 diák készítette el.